A B csoport az Dr. Sás Simon, Gáspár Gordos, Hegyi József idősebb pap, Szabó Bálint és Kaibás Kaibás. Ismertetik a szervezők a sorrendben 12. Manager Open csoportbeosztásait Salgótarjáni Tatárárok szabadidőközpontban. Mielőtt a párosok elfoglalták helyüket a pályákon, a megjelent menedzser teniszezőket először a befogadóhely tulajdonosa Puszta Béla, majd a város képviseletében Dániel Zoltán alpolgármester köszöntötte. Kicsit deja vu érzésem van, hiszen tavaly júni így hárman álltunk itt az első Salgótarjáni Manager Open megnyitóján, és az úgymond még csak egy beugrás volt, hiszen nem volt előre tervezve a verseny naptárba, viszont ahogy Béla is említette, remek verseny volt, így idén már alanyi jogon ott voltunk a verseny naptárban, és reméljük, hogy hasonlóan sikeres versenyt fogunk rendezni. Külön öröm számomra, hogy Salgótarjánban is egyre több fiatal és idős választja a hobbi sportágának a teniszt. Ez egyrésztről átmozgat, másrésztről az egészséget megőrzi. De úgy gondolom, itt a versenyzőkre nézve, hogy itt nem csupán egy kis egészség megérzésről, lődörgésről lesz szó, hanem színvonalas csatákról. És ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, baleset és sérülésmentes versenyzést, és mindenkinek sok erőt, hogy legyőzze ezt a nagy forróságot. A teniszezők idén nem csak Nógrádból, Hevesből, illetve Budapestről érkeztek. Nevezett egy páros a Felvidékről is, így valójában nemzetközivé minősült az esemény. Salgótarján, mint helyszín, tavaly vizsgázott először. Hogy milyen eredménnyel, azt Hámori Tamásnak, a bajnokság versenyigazgatójának szavai igazolták. Idén nem volt kétséges Salgótarján bekerülése a regionális versenysorozatba. Szeretném megköszönni a helyi rendezőknek azt a lehetőséget, hogy a tavalyi kóstoló alapján, ami rendkívül jól sikerült, hiszen a 10 állomás közül Salgótarján nyerte a legjobb szervezésnek a díját, amely tavaly ünnepélyes keretek között a Manager Open gálán az ötcsillagos Korintia szálló dísztermébe adtuk át. Tehát ez feljogosítja a rendezőket arra, hogy idén is szívük lelküket beleadják, ebbe bízom is, még akkor is, hogy nagy meleg miatt és néhány egyéb versennyel való ütközés alapján egy picivel kevesebb induló van itt, de nagy örömünkre Losoncról is átjött egy pár, akiket már tavaly meghívtunk, és ezzel egy kicsit nemzetközivé bővül ez a verseny, és a pont jelenlegi pontverseny, az elmúlt 5 verseny alapján számított pontverseny legjobb 4 játékosa lejött Salgótarjánba. A menedzser teniszbajnokság salgótarjáni helyszíne tehát elismerté vált a versenyzők körében is, akiket kényelmes körülmények vártak. Így a nagy meleg ellenére is lelkesen indultak a pályára. A Manager Open nyílt páros verseny. Azaz férfi, női és vegyes párosok is indulhatnak, amennyiben a pár legalább egyik tagja menedzser, közép- vagy felsővezető, illetve vállalkozó. A páros másik tagja pedig amatőrjátékos. A versenyen a csoportokon belül először körmérkőzés döntött, a táblán már egyenes kiesési forma érvényesült.